hát gyorsan gólt szereztünk, ez azt hiszem rányomta a bélyegét a mérkőzésre, szinte már az első pillanatokban gólt tudtunk szerezni, és onnan gyorsan rárúgtunk még egyet-kettőt, aztán így már azt gondolom, hogy még nyugodtabban tudtuk játszani a játékunkat. Igazából erről a mérkőzésről sokkal többet úgy nem is nagyon lehet mondani, mert az ellenfél most nincs olyan paszba, azt gondolom, mint ami ember kellene, vagy nevük alapján azt gondolom, hogy nekik ahol lenni kellene. Én azt gondolom, hogy kívánom nekik, hogy minél gyorsabban eljussanak ugyanarra a szintre, mert egy nagyon jó, komoly egyesületről van szó. Én sok sikert kérek nekik, úgyhogy mi készülünk a jövő hétre. Hát sajnos nagyon kevesen érkeztünk a mai mérkőzésre, 12-en, de abból is egyik játékosom nem tudta válni a játékot, mert sérült volt, meg edzésen megsérült. Az első pillanatunkban már gólt kaptunk, 20. percben talán már 4-0 volt, ettől függetlenül voltak helyzeteink, sőt kontrákban volt veszély, ugye Fábri Tomi két kapufát is rúgott. Akik eljöttek mai mérkőzésre, azoknak gratulálok, mert azért véghajtották a mérkőzést, sokkal jobb csapat a Karoncslap, úgyhogy ez teljesen nyilvánvaló. Nagyon sokan nem jöttek el, érthetetlen ez az egész dolog, ami mostanában itt Berkenyén van, hogy miért van ez, nem tudjuk az okát. Próbálom kiegyenesedni hétről hétre, olyan dolgokkal kell megküzdeni, amikre nem tudok fölkészülni. Meccs napján mondják a játékosok a mérkőzést, vagy tényleg így 10-12 emberrel érkezünk. Hát erre nehéz reagálni. Ettől függetlenül, akik eljöttek, azoknak gratulálok, és további sok sikert a Lapújtőnek, és érjük el céljaikat.